Tiger Vietnam! Szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő csodálatos szövetős szadállyal. Kell fel a vörös hold, 5 perc múlva kezdődik a dolog. Hát egy kicsit itt elkalandoztam, visszaállítottam 60 percre ugye az egész napi dolgokat, aztán ez az eredményezte, hogy gyerekek, van baj, van baj. Egyébként kiírtam, hogy fail, mármint így az index képnek, bocsért a gyerekek, hát az egy készárverés volt. Honnan jönnek? Úristen, menjen, jönnek! Jajjaj! Srácok! Somót írtatok! Ah, fuck yeah! Közben itt is! Ne szórakozz! Ez az! Megjöttek! Somót írtatok! És tök jó dolgokat! És ha előbb írjátok, akkor én... Úgyis rendezem a dolgaimat, srácok! Fazza, mi a fasz van éppen? Írtsuk őket halomra! Először is, közben meg rá kell jönnöm egy dologra, hogy hülye voltam, mert nem hoztam csövet, és nem tudom javítani a fegyvereimet, és így nem biztos, hogy ki fogom bírni. Azt írta valaki, hogy igen, nem fogom tudni lőni őket, mert ezek valószínűleg föl fognak menni teljesen. És az nem jó, és az nagyon nem jó, és lehet, hogy javítanunk kell, és kell a bázison. Mi a fasz van, gyerekek, miért jönnek egyet? Nagyon parita! És még csak 22-24 vagy hülye vagy? Ezt nem fogom túlélni, bazze. Gyerekek, kellene javítani majd a izén, nem tudom, itt ütik, bazze, itt ütik, ott meg miért ki van hagyva egy izé? Egy blokkocska. Ó, mi a pöcsöbbar? Dögöl meg! Tökre is bent már egy fegyverem. Azt a rohadt életbe, gyerekek, ez nem jó! Ez több, mint nem jó, várjál, javítási var! Várjál. Az a baj szerintem itt a fölöttem lévő tütik. Ezerrel a rohadt életbe köcsögök. Jó! Igen, nagyon jó, gondoltátok, hogy hülye volt a Keeper, mert így kb. Nem tudok fejlövéseket osztani nagyon. Mert fölmásztak itt erre az egész blokádra. Menj a tökönbe. Viszont elég hamar el lehet őket kaszálni, csak ez a fegyver, ez lótúró. Az lenne jó, hogy amikor már jön föl, akkor meg tudnám sorozni. Amikor itt van, akkor már nagyon keveset sebzek bele, és baj lesz itt ebből gyerekek szerintem. Hoppa, ott volt a lúr. Mert ide fölmászik öcsém, itt lő. Várj, a sörétes az mennyire hatásos? A sörétes az full hatásos, jó? Na, oké, én már érzem, hogy el fogunk bukni. Egyébként nem tudom, már kitaláltam most, hogy mindenképp fail, az lesz az indexkép, hogy fail. Tehát fail. Nem tudom, hogy ez mennyire fog. A lábukat tudom lőni, nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj. Na, ugye fejlővés, ez rohadt hasznos lenne. Hoppa, megint szintet léptük. LOL! Nem tudom javítani a fegyókat, úgyhogy be fogunk szívni, és ráadásul ott hagytam a csöveket a másik helyen. Úgyhogy nagy szívás lesz, viszonylag hamar le tudom őket szedni. De mi lesz akkor, ugye tönkre megy az összes fegyó? Mert már 23 óra van, mi a szart csinálj, Keeper? Hogy lehetnek, hogy ennyien? Kettes üzébe? Mondjuk még ilyen gyengébb fajták, úgyhogy ez jó. És mindegy, egyfelől jön gyerekek. Amikor fejlővést tudsz lőni rajtuk, az tök jó. A csávó meg itt megint felmászott egy. A fejlővés az körülbelül egy-két lövés, meg le is teríti őket. Arra se vegyem meg. Mondjátok, hogy ezek nem fognak bebugolni ide. Egyébként lehet, hogy nem jó ez a megoldás, lehet az oszlopos és ütéses megoldás az jobb lenne. Viszont jól megjósoltátok, hogy ezek föl fognak ide futni. Konkrétan hasba lövöldözöm őket, gyerekek. Hát ez gyenge lesz, ez nem jó ez a bázis. Ez a konstrukció, már most látom, hogy ez nem jó. Mert túl gyorsan érnek ide. Hú, bazza, mi a fasz? Mi a fasz van, gyerekek? Ástak? Azt a betya, hogy futnak, bazza, fölfele! A kölkök! Meg a leányzók! Bazza, elromlak a fegyvereim, mit csinál? Sörétesse itt, azzal nem nagyon sokat érek. Na, megint fölmászott fölém egy hülye. Próbálom lelőni őket még mielőtt elkezdenék ütni, de azért üt... Ibaza, mi volt ez, gyerekek? Valamit kéne javítani. Öcsém, bajok vannak nagyon.
bajok vannak, várjál. Oda néz, felét már leütötték, és ott az a baj, hogy be is tud potyogni a csávó. Ki van találva neki? Ugye be tud potyogni, ó, bassza, mi lesz itt, gyerekek? Júj, júj, júj! Kéne valamit aprítani. Ripkítsuk őket! Ugye a fölsőt ütni, jó elcsesztem, mert ha fölsőt kiütik, akkor be tudnak ugrálni. Elég nekik egy blokkot is kiütni. Bassza, töltődj már, töltődj! Ez az rohadt életben, megint ez is beszart, hallod? Nem lesz fegyverem! Gyerekek, nem lesz fegyverem, baj lesz itt. Az mi ez, végtelenülben jönnek egyébként? Nagyon nem jó. Az a jó, hogy még azért nem olyan erős zombik ezek, de... Gyere le onnan. Bazd, mennyien jönnek, halljátok, több százar. Nem túlzás egy kicsit, én evértem ezt. Elvileg úgy van valahogy, van valami counter, ugye, hogy... úgy jönnek, hogy meghalnak, akkor elvileg jönnek mindig, folyamatosan. Tehát, hogyha elvileg nem ölöd meg őket, azt a betyár gyerekek már csak a kis pisztolyba lett, meg a sörétes. És nulla óra van. A francba, te tározzál már. Hogy sem lősd, te becsém. Ajaj, várjál. Itt rá vannak kattamba ezekre a blokkokra. Ú, bassze! Nem cselik, nem lesz elég cobblestone-om, szerintem. Elfogyott a cobblestone! Meg fogunk dögleni, jaj! Gyerekek, baj lesz itt. Futás lesz, érzem, hogy futás lesz. Nulla óra. Próbáljuk meg túlélni minél tovább. Nincs se kávém, se semmi mi. Jó van, az jó, hogyha máshol üti, de úgy még ugyanott üssék. Azért itten bajok lesznek. Hát rohadt sokan jönnek, basszus. Nem akarok csúgy elbeszélni, de be vagyok fosva egyébként. És miért, mi van be? Dögöl meg! Ó, kutya! Ne! Ne, kutya! Nem tudok javítani, nem mondom nektek gyerekek, úgyhogy úgy készüljünk, hogyha ez ki fog törni, akkor mi futási lesz. Futási. Lehet, hogy futási lesz már előbb is. A kurva életbe! Mindjárt beszakad! A kutyát kéne rendre utasítani. Szerintem meg kéne menekülni innen gyerekek, nem lesz ez jó. Futási van! Futási! Nem tudom, mit fogok csinálni, de be vagyok szarva nagyon. Nincsen fegyverem, gyerekek. És most közel hatra rá fogunk állni. Várjátok, volt valami tojásos nokedlim, nem? Főztem. És komolyan visszamegyek oda. Ó, bassz, egy nagyobb para! Jaj! Fut! Nagyon hörögi, börögi van. Menjél már le azon a létre az agyád úristene. Még van 3 órát, ki kéne bírni. Ez? Nagyon szar, gyerekek. Ez nem jó. Ezt lehet mondani, hogy nem jó. Elvileg ez ad valami stamina csodálatos dolgokat. Figyeljetek, pofáverjük őket, jönnek, nem érdekel. Nem tudom, mit csináljak. Szerintem jönnek utánam. Fejlámpa. Mussunk visszafele is. Nem tudom, honnan jönnek, ezek be fognak keríteni, engem szétszednek, mint a szart. Mi legyen, gyerekek, mit csináljunk? Honnan jönnek, bazán, honnan jönnek, tiszta para az egész életbe. Nem jó ez a bázis, gyerekek, nem jó ez a bázis. Mármint jó ez a bázis, csak nem jó maga a koncepció. Egy az, hogy felső blokkot ütik, és ott egy blokkal is be tudnak jönni, mert ugye fölül kiüti, akkor ugye be tud ugrálni. Oldalról, hogy kijutni, akkor nem tud bebújni, úgyhogy rohadtul okosak ezek a kis dögök. Most nem tudom, hogy mit csinálok, komolyan mondom. Nem tudom, hogy lehet, hogy be akarnak ott törni, lehet, hogy itt fognak bejönni. Figyeljetek, megnézzük itt a kijáratot.
Ó, bazza, jönnek kölcsögök! A püdös! A püdös! Ó, te egy könyve is! Vaj, a Mildivincs-es üzém van. Azt hiszem, hogy ez az, ugye? 400% gyerekek. Rambo 3 öcsém beindul, figyelj de! Eszünk egy vitamint is, eszünk egy ilyet is. Most jártek köcsögök, öcsém, hallod? Mi a tököm lett, bazze? Be lettünk állva? Figyelj, milyen izéket, miket látunk. Ah! Kurva élet, bazze, de szartam, beszartam! Hallod mi? Jaj, de hallod, én nagyon-nagyon para vagy, nagyon-nagyon fosok. Öcsém! De mi ez a izé? Miért kábultunk szét? Attól a izé Moonshine-tól? 1.46 gyerekek. Jön! Köcsög! Azt a kurva életbe! Baszd meg! Bassz meg! Öcsém, beszorul. Rohadt életbe! Én annyira fosok, mint az állat! Gyere, 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 barátok! Mit gondoltál te? Ki vagy te? Én az én bázisom, az én vagyok az úr. Nagyon fosok. Ez nem volt jó ötlet, gyerekek. Nagyon nem volt jó ötlet. Az a baj, hogy két oldalról jönnek, akkor megesznek reggelire. Ott jön a csávó, figyeld! Mit gondoltál? Még jó, hogy raktunk erre, basszus. Figyeljetek, jó edzseztem. Hát ezek a fegyverek, ezek szart se érnek. Merről jönnek, basszus? Innen jönnek, ilyenek jönögének. Akkor ide beállunk, az a baj, még két órát ki kell bírnom, nem hiszem el. Ez nagyon izgi. Gyere köcsök, gyere, gyertek, ne! Mi van? Mi van? Aztán nagyon közel harcoljátok? Láttátok a Walking Dead-et? Körülbelül azt, olyan feelingem van, basszus. Hű, testvéreim. Az a baj, ide beszabadul egy csomó, akkor nekem nyekul ez, gyerekek. Jó, most a Ranger Dimage-eset is bekapcsoltam, de nem tudom azt minek. Mikor most ilyen izé van. Figyeljetek, nagyon kimozogjuk a dolgokat. Lehet egyébként ásnak is úgy... Jön. Jön be az, mekkora dögállat. Miért így jössz? Miért? Négy kézzel. Megütötted a papát? Hát anyád! Nagy darab motoros köcsög! Hú, testvéreim a durva! Azért itt vannak durva dolgok, mi? Nagyon élem! Egyébként imádom, nagyon élvezem. És egyébként tudjon, én figyelj, ez egy akkora örömet okoz, ha megdöglünk, az se érdekel komolyan. Innen már, hogy ilyen küzdelmet itt lefolytatunk. Még van másfél óra, jön. Baze, köcsögök, mit trükköztek, baze, ez meg olyan, mint az én a robotból a csávó, baze. Egy kicsit megizzadt. Nem mondod, baze, ez még élt. Hülye gyerek. Gyerekek, annyi skill pontom van, azt hiszem 7 skill pont volt alapba az építkezésből. Na jó, mondj, gyere, testvérem, nem kell legugolnod. Így jobban fejre gálgok. Ott van, bazd meg. Egy az egybe, mint 41-be. Gyertek még. A izé felül nem jönnek, szerintem azt hagydánk, vagy pedig verik szét, csak be nem érdekel már semmi. Csak éljem túl. Ezzel a nagy izé husánggal többet érek. Gyere, csajé. Úgy van. Ez még él, nem? Nem él, megkaptuk az XP-t. Figyelem egyébként, hogy az XP megkapom, mert csak pont ott a sarokban van, képzeljétek a kamera állványom, amivel live-ozok, és ott nem nagyon látom, hogy éppen mit kapok, vagy mit nem. Jó, szándékosan előre kitaláltam egyébként, hogy fail. Mindenképpen azt írom ki, hogy fail. Utálom, amikor legugoltak köcsögök. Ja, mindenképp úgy akartam kiírni, hogy fail az index képre. Nem tudom, hogy az lesz-e vagy nem. Meg igazából mit nevezünk annak? Ha túléljük, de tönkre megy a bázis, azt győzelemnek lehet megítélni? Ó, bazza, gyere, állj! Hoppa!
Olyat rávertem, ez is meg... Hú, de nagyon nagy mázling van basszus, hogy ez van ez a Hammer. Meg izé, meg jól is bánunk vele. 3-14, 45 percet kell kibírnunk, nem tudom egyébként a bázis, az lehet, hogy kaki lett. Ne egy rendőr bazze, ne egy rendőr, ne. Nem. Táraz bazze, táraz! Biztos, hogy él már? Meghalt, bazza, nem hiszem el. Nem éltük volna túl ott fönt, az tuti. Az tutiben szerintem ott nagyon gyorsan kezdték el szétverni. Jó, figyelj, fél órát valahogy kibírunk. Az az igazság, hogy nem raknak stunlockba, akkor azért úgy ki lehet bírni, nem srácok? Az a legnagyobb gond, amikor beraknak stunlockba. Hülye gyerek. Belefutottál a izébe? Kősziklába? Imádom egyébként, ez jó, hogy az az alagudvar. Arra is figyelek, mert ha betörnek, akkor onnan is megindulnak, mint az őrület. Egyébként nem hallom, hogy ásnának be. Nem tudom, hogy mi történik. Inkább jöjjünk el erre egy kicsit. Hogy jöjjenek le itt, vagy nem tudom, az út... Aha. Meg is jött a... Megjött a Deli Attila, úgy. Olyan fejeseket osztok, gyerekek, figyeld. Jó. Oj, sok lesz. Basz. Hányan? Mi csinálta? Erre kis anyám. Hát olyan levegővel is ütlek. Azt a vegyel. Gyertek, figyelj, öten jöttök. Egyel ütöm a többit, öcsém. Három mindig a levegőben lesz. Na most kimegyek, 5-4 van, mindjárt rendet rakok. Azt a betyár, ez nagyon durva. Jó. 58 gyerekek, 58, húzzuk ki. Húzzuk 59. És már nem futtak. Bazze! Ezek még élnek szerintem, basszus. Kurva élet. Mind a három. Mi van? Halljál már meg, köcsém! Meg még itt is van. Mi van? Ez hányszor keresztül... Mazze, mi vagy te? Terminátor. Figyelj, ez a kék... Ez a kék csávú... Ugye kettő volt? Figyeld. Jön nekem ezek itt a sorba. Ez a... Elmondom nektek, ez a bikinis csaj, ezt tetszik nekem. De lord, vége van ám a izének. Vége van az éjszakának. Nem szabad futnod. Tarts be itt a szabályokat, testvére az úrba. Hű, öcsém. Azért meg kell nézni, hogy mi történt itt, de durva dolgok vannak szerintem. Figyelsz, hogyan jöttek? Aha, öcsém. Hát ennyit az ajtóról, mi? Már itt van egy még. Ó, szét is verték, be vannak jutva az egy bázisra. Hú, testvérem. Azért ez meg, ez köcsök dolog voltál. Így izéni. Oda a vastu. Na nézzük, mi történt. Ja, be is jutottak, figyeld. Ki van verve ott. Az tök jó, mert ott szerintem egy darabig el voltak még. Új, bazzer, ez nekem örülök. Ez egyébként, ez az ásás nyom, ez már régi. Ez nem most volt. De egyébként szerintem a bázisban nem maradtak. Új, hát ezt nagyon leaprították, gyerekek. Nagyon mázli, hogy elmenekültük, figyeld. Szétkapták mind a szart. Ha itt maradunk, nekünk végünk. De, hanyagolt, hagyták. Nem volt ott valaki? Nem. Le se mentek. Annyi volt, hogy szétkapták mind a szart. Fiú, lutokat mondjuk nem álltam összeszedni. Szétkapták mind a szart, azt utána megunták, azt lejöttek utána. Mi? Hú. Nem jó koncepció egyébként. Nem annyira rossz, csak az a baj, hogy ez az ütőfegyveres dolog, ez jó. Jobb. Úgyhogy hát ezzel most nagyon be vagyok félelve. Ez úgy lenne jó egyébként, hogyha hagyományos zombiváros szerű lenne, tudjátok az oszlopos, és fölül meg esetleg rács vagy valami, hogy fölfele is lássak. Ez nem jó, ez egy szar, ennek semmi értelme, ezt el kell bontanom a tetejét. Ú, basszus, de egyébként megúsztuk. Ú, nagyon örülök neki. Azért megúsztuk, ezeket meg kéne tanulni. A betűvel. Azt jön. Mi ez? Na. Basszus.
Jézus Isten! Egész jó kibírtuk egyébként kajába. Az az izé, az a sonkás tojás, az nagyon adja. Kaptunk még egy ilyen B-pönt, de jó. Kár, hogy nem kell semmire, meg ez is. Valami értelmeset kaptunk? Jó, mert ezek a izék... Ó, ez nagyon jó. Okay. Boldogok vagyunk, gyerekek, boldogság. Ez a tojás, ez honnan gyűjt meg én? Ja, ezek még benn voltak a izébe, a sütődtek. Honnan lett 2-12 cobblestone-om? Ja, az egy kab... Volt cobblestone-om? Volt izé... Ja, még nem... Miért nem tudtam akkor javítani? Nem értem. Meg painkillert is kaptunk, jó, ezek tök ilyen... Hát nem useless-ek, nem mondom azt, mert különben ki fogok faszolni. De egyébként ennek semmi értelme nem volt, ezt úgy szétkapják, mint a szart. És egyébként szerintem úgy van az, hogyha ölöd őket folyamatosan, akkor folyamatosan jönnek. Hogyha visszatartod őket csak, akkor meg nem. Hát basszus, ezt szétkapták mind a szart. És ugye ez a második horda volt, ez teljesen, teljesen használhatatlan. Ugye az volt az a gond, hogy itt elég nekik egy blokkot kiütni, itt kiüt egy blokkot, és akkor már ugye petty beesik. Szóval hiába csinálok én itt dupla blokkokat, vagy bármit, semmi értelme nem nincs annak az egésznek. Ó, jól van, hát ez kemény volt. Mégse lett fail, de mindenképp a fail-es izét fogom kirakni, gyerekek, a képet. Jó, hát nem megyek minden, hát nagyon sok minden nincsen látnivaló, mivel ugye még nincsen megcsinálva. Nem olyan rossz ez az egész, mert följönnek hozzád. De ennyire, mivel földszinten is leheted volna egy zombi váró, érted? Nem olyan nagyon, nem egy nagy true vibe lett ez az egész, nem lett nagy értelme. Viszont az nagyon jó volt, ahogy elmenekültünk, ez tök ilyen akciófilmben illő jelenet volt, ezt bírtam. Ez meg még itt szerencsétlen még mindig ég. Ja, ide meg kirogtam ezeket. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Ja, nem volt annyira rossz, szerintem bírtam ezt, élveztem nagyon. Ja, elmegyünk questelni, meg minden összekapjuk magunkat. Hát nem tudom, azon gondolkozok, hogy lehet, hogy izé. Elmegyünk a Journey-hez. Fú. Ez egy ki, megmondom őszintén, most legszívesebben fújnék egyet. Mert ez egy kicsit erős volt. kicsit felpörögtem. Az összes fegyverem elroblott basszus éjféllel. Úgyhogy ennek így nem sok értelme van, hogy a fegyverek, hol a bicikli itt van. Hogy a fegyverek így elromolnak. Ugye ezek az egyes szintűek, ezek szarra valók, semmire valók. Na jó, menjünk a Jurihez, aztán valami legyen. Valami küld, de várja, van nekem questem. Ezt a questet megcsinálom, itt van közvetlen közel. Hú, egyébként ez a közelharc, ezt nagyon élem. De tök hülye vagyok ám, mert közelharcra vagyok izélve. Statjaim ugye arra vannak pakolva, várjál. Mit akartam? Igen, van. 9 darab skillpontom van, ezt majd jól meggordoljuk. Ezt írjatok rá, hogy szerintetek 9 darab skillpontot azért már nem kéne elkótya vagy élni, hogy mire érdemes lenne elpakolnom. Mert akkor tényleg nem kéne elcseszni ezt. Ó, viszont ez jó volt, egy kis harc. Ezt tetszett. Na, ezt gyorsan kilútoljuk. Miért? Ennyi? Nem is tudom, mit köcsirálni, itt már elfelejtettem. Ja, itt valahogy föl kell jutni. Na. Legyünk kevények, mint a Rabbo 3, ez így jó volt. Nem sok, nem van nálam egy-két szúzzal, de annyira nem sok. Már megint kapom majd nézzük, megint kapom az oltást, hogy elmegyek. Jó, ilyen hülyeséget hadd ne vegyek föl. Jó, hol kell itt feljutni? Az elég érdekes, úgy nem szeretem az ilyen izéket. Én ott kell felugrálni ezeket a felugrálós dolgokat. Ennyire mondjuk ki is bonthatnám a falad vagy akármi, és akkor oda. Jó, gondoltam leesők. Oszlopok vannak, meg gerendák. Jó, egy kis nyugtatásként egy izét. Na. Eltol! Beveri a fejét! Hát a szeme álljál meg! Hát beüti a fejét a csávó. Nem tudsz ugrani, mert bebaszod a fejedet. Itt ezen el tudok kavirnyolni. Na, szuper. Jó. Közben meg egy hangya rám mászott. Hát nem hiszem el, mi van. Mármint így... real. Aha, persze, szakadjál le, kösz. Mi van, nincsen zombi, vagy mi van itten? Izé, jaj, ezt úgy fejbe verem. Ez jó volt. De még nem halt meg. Mi a? Azt a kurva élet, bazze! Hát mi volt ez öcsém? A pofába robbant öcsém! De még nem haltunk meg, jól vagy.
Azt a betyár! Hát ez izé volt, egy creeper volt. Gyerekek! Hát itt ez még szét durrantotta még a blokkokat is. Most komolyan egy hagyja mászkál rajta? Hát nem hiszem el. Mármint így real. Ah, jó van, bazza, mi van már? Hallod, egy kapásból egy zomb... Mi a fa? Ezek miért bírják ilyen atom jól egyébként? Én vagyok elsőt nyúlva, vagy mi van? Ez a zombi például rettenetesen jól bírta. Jaj, ezt már megtanulta a képer. Hú, egy kis üző, egy feszültség levetőzetésnek gondoltam, amire bejövök, aztán látod, hogy mi történik. Itt kemény dolgok vannak. Murky Water, ez pedig jó. Ah. Oh. Hát a faszom. Ezt meg fejbe küldte a vegyütéssel. Ja. Na, hol van ez a hátizsák, amiért jöttünk? Le kell itt menni, ugye? Megjöttem! Mi újság, gyerekek? Itt van a képe, papa. Kezedet leüti, vigyázzál. Mi van, még kéz nélkül is? Szegény, akkor mit akarsz csinálni? Megharapsz? Nem várjuk meg, bocsánat. Be van zárva ajtó. Kandallóba tűz remék, hála Isten. Jaj, de jó. Ide, rálépsz, aztán izé. Jaj, de! Menj a picc! Hallod, szétdurrantott az ajtót egy lövéssel. Jaj. Hú, baze! Ez olyat rám vert, öcsém. Haver! Hagyjál békén! Jó gyerek legyél! Mi a fasz? Ez megint föl fog robbanni, mi? Futás! Gyere, gyere ide hozzám! Megy az agyádba, bassz! Hát a rossz nem vette meg ezt a csávót! Hát bazze! Hát szétdurrantott a félberendezést. Mi a kurva? Öcsém! Még utána jön fogja a hasát, hogy felrobban. Hát nem voltam fölkészülve. Azt a möcskös. Bazze. Ez nagyon egyébként, de ez a mai gameplay, ez nagyon izé, nagyon extrém. Oh, jaj, de jó, itt van egy ilyen izé. Öt darab shotgun lőszer. Tényleg nagyon jó a loot itt egyébként. Nagyon jó. Ott van még egy csáva. Nehogy megint rendőr legyen, nem akarom! Hát mi van itt? Hát nem hiszlek el bennetek a gyerekek. Hát mi ez a sok rendőr? Mi van itt? Itt laknak a rendőrbácsik? Ugye, úgy fejbe verem. Dögő meg! Megdöglött, még üti, hallod? Üti a földön, hülye gyerek. Azt a rohadt életbe. Azért ütöttem egy lukat a fejére, hallod? Oda néző. Ez kemény, nem? Ez csúnya. De szerintem ilyen, tényleg én betévedtem ilyen yardokhoz. Itt laknak, basszó, és... Hát nem baráti a helyzet. Roppá, van izé. Ezt egy kicsit beteszem, mert nekem az nagyon gyanús, hogy onnan rátámadnak a keeperre. Azt a hátulú, hogy telikbe verik. Sütőbe, főzőedély, nem, szén van bazza a sütőben. Ki tart szeret a sütőbe, gyerekek, mondjátok meg. Itt van egy krumplej. Van egy izé, van egy konzervkaja. Ez még be van zárva. Ja, itt már mint találtunk volna. Jó, nem. Ej, itt van a finomság. Volt ott minden murky water, meg egy virág. Ha itt egy gyúros csávó lesz, figyeld. Ah, persze. Izéjé ott a laptopot csap szét. Nyugodtan. Yeah. Ugye ez a testvére. Kaptad az ívet. Ezeknek van fizikája vajon? Nem van fök ez. Nagy francokat. Biliárdoztam volna egyet. Figyeld öcsém, ebből a vasat ki tudod szedni, hallod? Abba biztos van. Na, nézzük, mi a laptopot. Oda vert egyet a laptopnak. Mi ez? Mi van itten? Finom italok. Ott volt egy csomó viszki, meg mindenközben meg kaptál egy vizet. Ez tipikus ilyen... mi ez itt ki lehet? Tipikus ilyen, bírom, amikor Facebookra kirakják, hogy boldog születésnapot, ott van egy kép egy viszkiről. Oké. Okay. Azért az úgy aranyos, nem? Hát így biztos nagyon örül neki, akinek küldik, hogy kap egy képet egy viszkiről. Ez körülbelül ugyanolyan volt, hogy ott volt egy kép egy viszkikről, ez volt benne egy murky volt, tehát körülbelül ugyanannyira örültem neki. Itt meg ki lehet menni, nem? A főútra megyünk ám, most azért itt csellengünk, szóval nem csak ilyen... Hú, te benne a vízbe izének héderezek, hát meg úgy fog leszakadni, mint a szar, figyelj. Én, tudod, mit csinálok?
Fejbe petyintem őket, mind a szar. Azt az ugró bolondot először. Na ne, kipörkedj. Hogy? Hát ez nem hatotta meg, na. Kutya is van, bare. Várjál. Egy! Ajtó betesz. Hú, bazd meg, ez lehet, hogy kemény lesz. Ezek meg vannak bolondulva. Mi a ki? Ki tudta nyitni az ajtót, öreg anyám? Mi a picsa? Nagyon imádom. Ennek kötörtéria, itt mindig az egymást hegyén hátán ütik, vágják. Úgy van. Gyere ide, nem tudsz? Akkor ne arra ugye, de lövök rád egy hátba lőlek. Kutya butya. Vír, vír. Megfóta. Megfóta. Hallod, mondtam én leszokott minden is, mi? Mekkora szívott csuled volna, hogyha ér itt. Megpróbálom végig menni. Aztán most ilyenkor... Ja, ott az ajtó. Te lehet osonni? Lábúja, ér csak oda. Jó. Beleestünk. Valahogy ki tudunk idenket melegni, vagy sose? Vajon volt nálam izé blokkocska, nem? Ott hát maradék megmaradta. Építkezésből mindig jó, hogyha van ilyen. Erre fel tudok ugrani, vagy valami lesz? Máma? Ó, te fiú, hát nem tudom, nem hiszem, mert nem lehet megcsinálni ezt, hogy ki tudja együni. Várjál már, mindjárt gyerekek. De miért nem oda, miért nem rak? Mert az már blokknak számít. Mekkora egy hülyeség. Ugye ott már blokknak számít az a fél blokk. Úgyhogy cseszheted, keeper. Büdös életben nem fogsz innen kijutni. Ó, te... Te Máriás, huncut. Na, mert mindjárt csinálom ki, de komplet rámpát magamnak. Tessék. Majdnem sikerült. Ó, hogy a szemed álljon meg! Hogy ezt így kellett megoldanod. Na, ennél bonyolultabban nem csináltam volna meg. Most ezt kiveszem, és akkor leesek. Jaj, meg sikerült. Jó van. Hát remélem megérte. Oda néz, társ... Nem valami skilles bujócskába a csávó, nem? Nem valami skilles. Jó, meg ízé lopakodok azért, azt nem vett észre. Ja, nagyon jó vagyok, figyeld. Olyan fejbe várám. Iiii, tesó. Hát ez figyelj. Kicsit be van rottyenő. Azt a betyár, mi van már? Gyerek! Mi a fasz? Hát jó, hogy nem már fötálmatsz sem. Mondjuk ezek nem halnak meg, mert azok már meghaltak, ugye? Na, itt van egy jó kis könyv. Ezt elolvassa a képer nagyon gyorsan. Milyen könyv van benne? Oda nézzél, Ó, hát ezt már kár, hogy megtanultuk, nem baj. Ott vannak, oda nézzél, mekkora fegyverek, shotgunnak, meg minden lóki, akár egy vehetes, baseball ütő. Aztán közben meg lesz benne sevise. Itt van megint a Call of Duty-nak a könyvecskéje, játékfüzet. Aj, bakancs. Figyelj, fölveszem. Fölvárolom. Ez mi? XP. Oda nézzé, 10% XP, 5% loot stage. Azt hallod? Ez nagyon komoly, ez ilyen nagyon mesterséges, intelligenciás akármi. De hát, hogy ez egy modifikáció. Surranó, nagyon jó. Na, ebben mi lesz, lehet tippelni? Megmondom nektek, nyilvessző. Bécska, oda nézz, hunting knife. Az viszont az jó, várjál, hiszen volt nekem itt egy ilyen csodám. Van benne szög. Klubokba lehet rakni, ugye ilyen modifikáció. Ezt itt meg kényesen, aztán képer, azt már mehetünk is kifelé, ugye? Hoppá! Látod? Szökkel elvileg, hoppá, ez is kinyillott. Csodálatosan megcsináltuk a küldetést, meg még jól is éreztük magunkat. Bevertünk egy-két csávónak, most meg megyünk, azt beverünk a Jennynek. Nem adja magát a Jenny egyébként. Nagyon ilyen fukar. Irigy. Jó. Bocs, gyerekek egyébként. De most, nem tudom, most jól éreztem magam a bug gameplaybe. Igaz, hogy kaki a bázis, rá kellett jönni, ugye? De nem baj. Egyébként azt bírom, amikor tényleg az ember így szórakozik, ha félel, az se baj. Mert szórakozik, mert játszik. Nem? Ez olyan, mint hogyha monopolizol valakivel, aztán, hogyha nem nyersz, akkor izé van. Jó, van, megjöttem, csak túl vagyok terhelve, aztán majd szidni fognak amúgy is a nézők. Mit kapok? Sokra megyek a shotgun shell-lel, mert semmire való nekem.
Fireman, stop, drop and roll like a pro. Reduce a chance. Micsoda? Csökkenti az esélyét. Hogy a tűzbe, nem tudom, sebződök vagy üzélek? Ilyesmi akarnál? Ne, hát nagyon ezt nem vágom. Jó, de egyébként ez... Jó, ezt van, szerintem tudom is. Úgyhogy egy ilyen crafting scale bundle-t kérek, hölgyem. Ja, csak nem fér el, mi? Akkor várjál, megeszem ezt a levest. Akkor téledbe. Hogy fognak szidni engem az emberek? Ne tudd meg, hallod? Jenny, tudod mit csinálnak velem? Szét fognak szedni, hogy milyen hülye vagyok. És milyen igazok van, mi? Jó, ezt is megeszem, egyébként újabb, meg túl vagyunk már táplálva. Na, adod-e azt a bundle-t? Aztán mentem is. Adj egy küldetést azért. Egy jobot kérdék. Valami jót. Ezt szeretem. Infostrad. Ez nagyon jó. 380. Oké. Elfogadtam. Megyek. Most hazamegyek. De majd találkozunk. Szia. Jó legyél. Nem tudok bemenni hozzá, hogy meg tudom meg... felácsapni a seggére, vagy valami. Tényleg le van zárva? Nem lehet bemenni hozzá. Ne! Itt volt egy kis rés. Uncutkodhatunk. Oh! Itt majdnem be tudok ugrani. Jó, jó. Ó. Oh. Hello, Jenny! Miz újság? Szia! Öcsém, milyen Charlie csöcsi vagy te. Na, menjünk. Jaj. Bocs, hogy ilyen ökör vagyok ma, de nem tudom. Annyira kiégtem a My Summer Car-ba. Nemrég lett vége annak a live-ja. És annyira bagos az a játék, hogy egyszerűen... Fú, nagyon felcsesz. És szerintem azt hagyom a francba. Komolyan mondom, ezt tolnám live-be legszívesebben, vagy nem tudom már mit csináljak. Sépérc, sépérc gyerekek, sépérc. Tök jó, mert most be tudok itt is menni. Megoldották nekem itt a zombik. Figyeljetek, hagyományos zombiváró, oszlopos a tetejére, az jobb lenne szerintem, mert igazából rohadt nagyot tudok ütni. Meg hogyha a fém bunkos botot még megcsinálnám, meg ezt szétmodolnám, meg tényleg minden skillem az erő lenne, meg ilyenen, akkor azra gondoltam, hogy ezt a sort lebontani, és a boss megcsinálni oszlopból, meg a tetejére, tetejére, tudod mi bű? Abbu, 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 abbu. Hú, gyerekek, szerintem egyébként elbúcsúzom, mert egy kicsit el vagyok fáradva, tudod mennyi idő van? 0 óra 39 van. A keeper itten eltökörészte az időt. Figyelj, nem, hogy ki is rakom az ilyen craftis dolgokat, mondjuk ezeket nem, mert lesz általában a keeper. Ki kéne égetni, el kell hozni, várjál, megnézzük meg ebben mi van. Akkor már. Ezt nagyon imádom, annyi könyvet elolvastam, hallod, mint életemben soha. Meg kell nézni, hogy mit tudunk craftolni, meg mit nem tudunk craftolni. Nekem annyira adná egy fame hammer, valami nagyon jó ízével. Hú, de mennyi craft cucc van. Ja, a skill pontokat nem fogom elosztani, hanem azt tervezem, hogy akkor következő gameplay. Egyébként tök jó, mert fölfutnak rajta. Amúgy jó a koncepció. Csak annyi, hogy akkor fölül máshogy kéne. Úgy kéne, hogy tudjon a keeper ütni nagyot. Orba vágni a csávókat. Úgyhogy ezt kellene jelöltetni. Ja, a skill pontunk meg annyi van, mint a sár. 9 darab, arra mindenképpen írjatok, hogy mi legyen. Ugye ezt a mondjuk ezt a skunk? Skullcrushert, ezt kimaxolhatnám, ha már egyszer erre vagyok rá, vagy nem. Csak az a baj, hogy ahhoz kell erre, itt meg már 2 pont, 3 pont, itt meg 3, tehát akkor ez kapásból 7 pont. Itt meg már túl sokat költesz arra, hogy egyenlőve, úgyhogy az meg lehet, hogy az már nem jó. Ezt meg írtátok, hogy erre mindenképp egyet érdemes rakni, mert kapásból 30%-kal növelem a block damage-t, ja nem, 10%-kal a block damage-t, és 30%-kal a... De azt, ja. Úgyhogy ez alapban érdemes, de oda nézd majd 30% meg ilyen, fú, ezt is. Én amennyit építkezek, az is jó lenne, de nem fogom elkölteni most, hanem inkább írjátok meg, hogy mi legyen, jó? Srácok. Akkor köszi szépen a figyelmet, remélem tetszett. Nekem egyébként nagyon rohadtul jól élveztem ezt az egészet, tök jó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!